nagyon bonyolult kerület. Ez a felütés sok mindent megmagyaráz a hegyvidék közlekedési helyzetéről. A Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke nem véletlenül szervezett egy rendezvénysorozatot azoknak a témáknak a megvitatására, amelyek a 12. kerületi lakók életét meghatározzák. Az egyik legfontosabb kérdés a kerületi közlekedés helyzete, ami azért bonyolult, mert a hegyvidék egyszerre belváros és külváros, és miközben a legzöldebb kerület, aközben egy kvázi saját városi autópályája is van, ezt a szerepet az Alkotás utca tölti be. Ezzel együtt a kerület úthálózata sem teherbírását, sem szerkezetét tekintve nem a gépjármű közlekedésre jött létre, éppen ezért néhol átláthatatlan, illetve a földrajzi adottságok és a déli pályaudvar hatalmas kiterjedése is tovább bonyolítja a közlekedés szervezők, illetve városfejlesztők dolgát. Összefoglalni is nehéz azokat a szálakat, amelyeket az urbanisztikai beszélgetés szakértői próbáltak kibogozni a kulturális szalomban. Több dologban azonban egyetértettek a jelenlévők. Ilyen volt például az, hogy a déli pályaudvart le kell vinni a föld alá, és vasúti alagút kell a nyugati pályaudvarig. A megvalósíthatósági tanulmány is kész, külföldi szakértők is remek tervnek találták, de egyelőre hiába. Minden egyes elköltött forint több mint kétszeresen térül meg. Ez nagyon ritka. Általában ezeknél a tömegközlekedési projekteknél az 1,2-es szorzó körül szoktunk egyensúlyozni. Ez azt mutatja, hogy itt olyan kapcsolati hasznot lehet létrehozni, alapvetően egyébként azzal, hogy Vácot bekötjük Dél-Budára, hogy Török Bálint és Budaörs térségét bekötjük a pesti belvárosba átszállás nélkül, tehát főleg ebből jön ez az óriási haszon, meg rengeteg egyéb ingatlanfejlesztési pluszból, hogy ez az egyik legjobban megtérülő közlekedési beruházása az országnak. Hogy ez mikor és hogyan tud ennek a tervezése folytatódni, ezt nem tudom, most nyilván nem egy ennek kedvező közeg van sok szempontból, de azt gondolom, hogy ez a terv lényegesen hosszabb távú és nagyobb jelentősége annál, mint hogy most az ilyen epizódok, amik éppen zajlanak, ezek ezt hosszú távon befolyásolják. Hasonló cipőben jár a fogaskerekű is, ám ennek a megvalósítása fillérekbe kerül a vasúti alagúthoz képest, mégsem kezdi a főváros a felújítását, a meghosszabbítását, sőt az újraindítását sem. Pedig a kivitelezéshez minden terv megvan, és az unió is támogatná. Ám Pokorni Zoltán szerint, akik nem itt élnek, nem is értik, mennyire fontos és pótolhatatlan. A fogaskerekű nem egy villamos, ez fontos hangsúlyozni, tehát nem egy olyan villamos, ami megy az út közepén vagy a szélén, és egyébként lehet mellette akár egy buszt is indítani, mert az olcsóbb, vagy autóval elmenni. Nincs út mellette. A házak hátsó kertje által határolt zöld sávban fut egy vágány, és nincs alternatíva. Tehát nem tudod fogaspótlóbusszal sem föltárni teljes egészében ezt a dolgot. Egyelőre, a beszélgetés szakértői szerint, a rendkívül forgalmas alkotásút kiváltására sincs alternatíva, ám a lassításával, élhetőbb tételével megpróbálkoznak. A szakértők azzal is egyetértettek, hogy a Lánchíd ezután biciklis és buszos híd legyen. Ám hogy miként tudják kihasználni jobban ezt a hidat, abban volt nézetkülönbség. Most egyébként a hegyvidéket érintő 105-ös buszból is fele annyi jár, mint korábban. Szerintem ez egy defenzív várospolitika, így nem lehet csinálni. Tehát azt mondani, hogy megkérdezzük a népet, hogy szeretne, hogy a Lánchíd autómentes legyen, de előtte nem csináljuk meg a jó buszhálózatot, mert ne szokjanak rá, hogyha esetleg mégse lesz olyan majd a végén. Akkor végén nem is fogják megszavazni. De azért tettünk rá már ma is nagyobb kapacitást, mint korábban, hogy megszokják. És ezt folyamatosan figyeljük, egyébként pont a 105-ösnek a kapcsán tovább erősítjük is ezt. Viszont azért azt meg nem lehet megcsinálni, hogy átalakítom a budai hegyvidéknek a buszhálózatát, majd utána, ha olyan döntés születik, akkor az a falnak megy a Lánchídnál. A 105-ös járat sűrítése egyelőre tehát várat magára, ám a közeljövőben több olyan fejlesztés is várható a hegyvidéken, amely szerény forrásból is, de élhetőbbé tesz több utat, illetve csomópontot. Ezek közül az egyik legjobb példa a Szent Orbán tér humanizálása lesz.